Sziasztok kedves GameStar DVD nézők, amennyiben ez az első videó, amit megnéztek, akkor köszöntünk titeket, ha második, akkor nem. És most itt van velem HP. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, ez pedig amit nézünk, a Prototype 2. Ami azért nem csúnya, nekem az a véleményem, még hogyha vannak is szebb játékok, bár manapság ezeket nagyon nehéz összehasonlítani, hiszen annyira különböznek, tehát például mai tesztünk másik alanya lesz például a Deadlight, ami szintén nagyon szép, de hát értem szerint nem lehet összehasonlítani ezzel, ugyanakkor meg a Crysis 2-t lehet összehasonlítani ezzel, tehát mindegy, lényeg az, hogy szerintem ez elég szép, és ez pedig a PC-s verzióról van capture-ölve, mégpedig full Ibiza Remix grafikán. Hogy viselkedett a gépeden ilyen beállítások mellett egyébként? Hát tökéletesen ment, és amikor be volt kapcsolva a Fraps, ugye, ami nyilván leszi a gépet, akkor is csak olyan 45 FPS, tehát fix 60-on ment addig, amíg nem volt bekapcsolva a Fraps, és amikor pedig bekapcsoltam, akkor meg lement a 45-re, tehát ez most a 45 körül van. De ez ilyen full anti-aliasing minden, most ezt nem nagy képviségben mondjuk, nagy félreértsen bárki minket, nem erről van szó. A gép konfigurációját már többször elmondtam korábbi tesztekben, egy 560 titánium gigabyte, 1 gigaramos a videókártya, és egy i7-es K2600 Intel proci, meg 8 gigaram, nagyjából ez a lényeg. Jó, hát azért ez már lemegy a boltba kenyérérén, úgy érzem, hogy... Igen, nagyon szép. Itt már azért elvárható, hogy szép legyen. Na de akkor beszéljünk kicsit a játékról, ő nem Mercer már, hanem ő már Heller. Persze most egy álcában vagyunk éppen, aki ismeri a prototype-ot, az nagyon jól tudja, hogy így át tudjuk venni az embereknek az alakját, és akkor így be tudunk szivárogni helyekre, most ugye egy ilyen katonának vagyunk az álcába bújva, illetve amit itt láttatok, az effekt, ez a vadászat effekt volt, amikor így gyakorlatilag úgy, mint egy ilyen szonár, így be lehet mérni, hogy hol van a célpontunk, ott látjuk is előttünk ott az az ember, aki most oda lopakodunk, és majd őt is neked is alakját átvesszük. Na de most itt nagyon, nagyon belecsaptunk a dolgokba, kezdjük azzal, hogy te is játszottál az első résszel. Persze, egy nagyon keveset a másodikkal is. Most nem is emlékszem, talán Mazur tesztelte, de várjál. Így van, Mazur tesztelte, igen, ő volt az, aki még a konzolos változatot tesztelte. A konzolos változat elől Mazur egyébként úgy állt föl, hogy szerinte teljesen korrekt és egy élvezhető sandbox külsőnézetes akciójáték. Nagyon sokban hasonlít, hát nem is tudom, talán most a legújabb Amazing Spider-Manhez is, ahogy látom. Nyilvánvalóan, illetve hát a Spider-Man lopkodott a prototype-ból nagyon sokat, inkább én így mondanám. De ez az épületeken ugrálás, ez a, hát nem véletlen, mert ugye Activision Blizzard játékról beszélünk. Tehát mint ilyen, nagyjából ugye hasonló is, ugye a Radical Entertainment fejlesztése. PlayStation 3-ra, Xbox-ra is megjelent, és hát most már ugye ez a PC-s változat. Én ahogy láttam, sikerült bizonyos jegyekben továbbfejlődni az első részhez képest. Egy kicsit látványosabb, változatosabb, mozgalmasabb játékot sikerült összehozni. Ugyanakkor még mindig nem bugmentes, azért beszéljünk egy kicsit a hibákról. Igen, de hogyha most PC-specifikusan nézzük, akkor viszont sokkal jobb a helyzet, mert én emlékszem, hogy az előző résznek például hatalmas hibája volt, és nem is tudom, hogy ezt hivatalosan kiirtották-e később, hogy 1360x768-as felbontás az nem volt benne alapból. Hát és ami pedig azért elég vicces dolog, mert hát rengeteg ugye HDRD TV, Samsung TV, az mindezt natívan ezt tolják, tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy annól a PC-s verzió nem ment így, és csak egy ilyen ini módosítással ment, én úgy játszottam annak idején végig, aztán nem tudom, hogy hivatalosan azóta ezt kiirtották-e már, fogalmam sincsen, de itt most a második rész az tökéletes volt, tehát az semmilyen bugot nem tapasztaltam, a menüje teljesen rendben volt, persze kontrollra játszottam, tehát azt nem tudom megmondani, hogy egéles billentyűzettel milyen lehet, én mindig is azt mondtam, hogy a TPS-eket, azokat PC-n se szabad azzal játszani, én Assassin's Creed-eket, meg Spider-Man-eket, ez nagyon nagy hülyeség klaviatúrával meg egére játszani. Szóval sokkal jobb a helyzet. Tehát én semmilyen hibát nem tapasztaltam. Persze ilyenkor szoktam megszívni, mert annak az Alien Noir-ról is azt mondtam, hogy hát hibátlanul van optimalizálva, persze, az előbb említett gépen, aztán kaptam utána 3 hétig a frame-et, hogy mindenkinek szaggat, akinek kicsit rosszabb gépe van, szóval elnézést, ha itt is ez a helyzet, de nem hiszem, hogy ez lenne itt a helyzet, mert olyan folyékonyan ment, hogy nem tudom elképzelni. A hivatalos gépigénye az egyébként nem ennyire erős, tehát hogyha jól tudom, akkor azt mondják, hogy elreceg azért gyengébb beállításon is, de legalábbis már mint a minimum beállítások, tehát nyilvánvalóan nem ilyen szépen is. Persze. Nem ilyen beállítások, de azért nem kell feltétlenül egy atomerőmű ahhoz, hogy lehessen élvezetesen játszani. Nyilvánvalóan ez a grafika, amit most látunk,
ezt azért érdemes elfelejteni, és inkább a konzolos, butább grafikát elvárni talán, hogyha szabad ezt mondanom, hogyha gyengébb PC-vel játszunk. Na de beszéljünk egy kicsit a játékmenetről, mert ugye nagyon-nagyon csapongtunk itt most a technikai paraméterek mentén. Alapvetően ugye, mint említettem, sandbox játékmenetről van szó, egy fő küldetés mellett egy szabadon bejárható városban kisebb-nagyobb kihívásokat vihetünk véghez, illetve nyomhatunk mindenféle ilyen challenge-eket is gyakorlatilag. Igen, de ugye pont ez az, amiben mindig is a GTA, azt kell, hogy mondjam, hogy a GTA egyeduralkodó a mai napig, hogy hiába vannak már egész területű sandbox játékok, amik első látásra olyan sandbox élet tűnik, mint a GTA-ba, de nem. Tehát még mindig az a helyzet, hogy a főszál az tök jó ebbe is, de azért azt nem hiszem, hogy úgymond ilyen free roam vagy free ride-ba, ugye városba rohangálva. Nem hiszem, hogy túl sok élvezetet találnánk benne, szóval szerintem azt azért könnyen meg lehet unni. Hát ugyanakkor azért a felfedezhető terület, azért ezt tegyük hozzá, hogy a felfedezhető terület elég nagy látványos, nagy, szabadon bejárható így város. Azért sokan, én legalábbis az első résznél biztosan állíthatom, hogy viszonylag sok időt töltöttem a Mercerrel, hogy bejárjam a kerületeket, megnézem az egész várost. De ez már Heller. Hát igen, köszönöm szépen, de én még az elsőnél, tehát én ott fektettem, de gondolt, hogy a Hellert kevésbé érdekli a város felépítése? Ó, hát most ezzel csak ilyen rasszista poénit eszembe, úgyhogy hagyjuk. A történet szerint ugye a Mercer a játék elején megfertőzi Heller barátunkat, aki egy katona, aki elvesztette a családját, hát ezt azért sokszor hallottunk, ilyen előtörténetet. És hát ő ugye nagyjából elmagyarázza neki, hogy itt igazából nem arról van szó, amit a hírekben mondanak, hogy a Mercer itt mindenkit megfertőz, hanem pont ellenkezőleg a Mercer nem akar semmi rosszat, és ugye a kormány meg az egyéb ilyen fegyvergyártók azok szándékosan terjesztik el ezt a vírus, meg kísérleteznek vele. Ezek a csúnya kormányok mindenhol. Igen. Egyébként talán ez a leggyengébb része, hogy nem tudom, szóval engem azért az annyira nem győz meg. Nem mondom, hogy annyira rossz, de hát azért valljuk be, hogy ennél hallottunk sokkal jobb sztorikat is. És hát azért azt is meg kell említeni, hogy kiderült ugye a másik rész, hogy nem lesz harmadik részt, ugye? Hát bár, jó, sose lehet tudni, de... Nem annyira az... biztos, de ugye leépítések voltak, ugye, de még a játék megjelenésénél egyébként még a fejlesztők azt ígérték, hogy hát itt még nincs vége a történetnek, és egészen biztos, hogy majd lesz folytatás. Hát most meg kell elégednünk sajnos azzal a helyzettel, ami most kialakult, hogy nem biztos, hogy lesz. De hát volt a prototype listavezető is, mondjuk tegyük hozzá, hogy akkor, amikor egy más játék a piac közelébe sem ment, mert ugye nem jelent meg semmi. De hát azért szerintem még lenne benne potenciál. Tehát a második egyértelműen jobb lett, mint az első, és hogyha ezt a mintát nézzük, akkor még van lehetőség. Na, itt most éppen egy szintlépést látunk, és pont ezért nagyon fontos, hogy beszélgessünk egy kicsit a szintlépésről. Ugye nagyon érdekes, már az egyben is volt lehetőségünk arra, hogy ne csak egyfele fejlődjünk. Itt is ugye elvihetjük a szintlépést másfelé. Igen, ugyanilyen tárcsas rendszer van, úgyhogy lehet vinni, meg még különbe jöttek ezek a mutációk, amik meg nem is igazán, szóval ez egy ilyen, mintha egy ilyen két vonalon menne a dolog. Úgyhogy ilyen szempontból nincsen panasz, tehát megkaphatjuk a szokásos, fantasztikusan kinéző karmokat, átváltozásokat, mindenféle képességeket. Én például arra fejlesztettem tovább az első körben, hogy a sebességemet, meg az ugrásomat növeljem valahogy azt. Mert annyi szokom menekülni, hogy egy csomó követésnek úgy van vége, hogy menj ki a veszélyzónából, mint a GTA-ban, amikor rendőrökkel. Mondjuk ez nem mondom, hogy én inkább azt fejlesztettem volna. Hát igazából azért érdekes játék a Prototype, mert az első részén úgy voltam, hogy nagyon skizofén volt a helyzet, mert annál jobb volt, hogy B-kategóriásnak hívjam, annál meg rosszabb volt, hogy A-kategóriásnak hívjam. Én így voltam a Prototype 1-jel, és a kettő meg tényleg fejlődött. Nem tudom, hogy ez most olyan mértékű fejlődése, hogy már tényleg azt mondhatnám rá, hogy ez tényleg top-top kategóriás. Ez már valamilyen szinten ízlés dolga, de azért szerintem érdemes még, pláne úgy, hogyha talán nem lesz folytatás, akkor azért szerintem erre még érdemes időt áldozni. Hát ugye tudjuk, hogy Mazur 80 fölé tette az értékelést, ami azért egy nem hiba nélküli, illetve hát azért már említettünk hibákat, de ez egy jó, tehát egy 81%-os végeredményt hozott ki. Igen, hát Kabanál az játék már 95%. Már 94 közelét igen, is igen. Megütheti. Te hogy látod így, ahogy a PC-s verzión végigfutottál tartható, így is a PC-sek is fogják élvezni ezt a játékot? Annyira... Szerintem mindenképp. Azt mondjuk, én úgy lőném be az árát, hogyha mondjuk én dönteném ezt el, én azt mondanám, mondjuk ilyen 9000 körül, azt mondanám, hogy PC-re az reális lenne.
Azt mondjuk, azt, hogy a konzolon a bevezető árak, ugye azok a 15-16, azt mondjuk lehet, hogy sokkal nem érte. Hát jó, de most az ár az más kérdés. Jó, itt mondjuk kizárólag arról van szó, hogy hogyan szórakozhatunk vele, és azt kijelenthetjük, hogy egy egészen tűrhető portolásról van szó, egy egészen korrekt megvalósításról, és mindenkinek ajánljuk, aki szeretne szuperhősöset játszani korlátok nélkül. Jó, ez maradjunk ebben, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, és hát nézzétek tovább a videókat. Sziasztok! Hello.